A mai naptól kezdve szerb és magyar állampolgárok újra átléphetnek Magyarország és Szerbia határán munkavállalási és földművelési céllal, mégpedig a határsáv 50 kilométeres távolságában. A három jelenleg is nyitva lévő átkelőn, Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál. Köszönet illeti Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnökét, valamint a határ magyar oldalán szolgáló parlamenti képviselőket, akik felvetették nekünk ezt a nehéz helyzetet. A magyar külgazdasági és külügyminiszter ismertette, hogy milyen szabályok szerint kelhetnek át a határon a Magyarországon dolgozó szerbiaiak. A kis határ forgalomban két dokumentumra van szükség. Egy dokumentum, amely igazolja, hogy a határsáv 50 kilométeres távolságában lakik az illető, és egy munkáltató igazolás, amely szerint a másik oldalon szintén 50 kilométeres sávban valamilyen munkát végez, vagy ha föld területtel rendelkezik, akkor az azt bizonyító dokumentum. Szijjártó Péter hozzátette, a magyar nagyvállalatok, mint a MOL és az OTP fontos szerepet töltenek be mindkét ország gazdaság élénkítésében. Elmondta azt is, hogy folytatódik a magyar kormány által támogatott vajdasági gazdaságfejlesztési program, és továbbra is folynak a Belgrád-Budapest és a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonalak felújítási projektjei.